Jó estét kívánok, ez a Licit, a heti tévé műkereskedelmi magazinja. A mai adás helyszíne a Virág Judit Galéria. Milyen volt a galéria számára a 2016-os év? Nagyon jó évet zártunk, köszönöm szépen a kérdést. A válság óta talán elmondhatom, hogy a legjobb év volt a 2016, amely nem csak annak köszönhető, hogy nagyon jó árakat értünk el az aukciókon, hanem abban is megmutatkozik, hogy sokkal több képet tudtunk eladni, és nagyon megnőtt a vásárlók száma is. Nagyon sok új vevő jelentkezett a piacon, kisbefektetők, gyűjtők, nagybefektetők, úgyhogy sikeressé volt a 2016. Lehet-e azt tudni, hogy az új vevők közül ki milyen körből érkezik? Tehát vállalkozók, vagy éppen tőzsdei alkuszok, brókerek, vagy más foglalkozást űzők, mennyire cserélődött át a vevőkör? A vevőkör folyamatosan cserélődik, és itt most nem arról beszélek, hogy az 1960-as, 70-es, 80-as években kik gyűjtöttek, és most kik gyűjtenek, hanem arról beszélek, hogy 2010-hez képest, tehát mondjuk a válság előtthöz képest is mennyire kicserélődött a vevőknek az összetétele. Természetesen megvannak azok a törzsvevők, akik 20 éve a rendszerváltás óta kialakuló aukciós piacon jelen vannak, most is jelen vannak, de hát nekik nagyon nehéz valami olyat adni, amivel be lehet őket vonni a vásárlásba, hiszen már mindenük megvan. Fiatal generáció jelent meg, nyilvánvalóan vállalkozók, egy olyan réteg, aki tehetős, de nem tudnám specifikálni, hiszen a mi szakmánknak ugye az egyik alapvetése a diszkréció és a ebből fakadó bizalom. Tehát nyilvánvalóan nem fogjuk megkérdezni, hogy mivel foglalkoznak, és mivel a számlát cégnévre kell kiállítani, nem tudjuk pontosan, hogy kikből áll az új vevői kör és vevői réteg. Mindenki cégnévre kér számlát? Általában igen, cégnévre, igen, vállalkozásnévre. Hát természetesen vannak magánemberek, akik a saját nevükre, de itt aztán meg végképp nem lehet tudni, hogy kit akar. Azért kérdeztem azt, hogy milyen volt ez az év mondjuk az előzőhez képest, mert hát 2015 nagy szenzációja volt az a berény kép, amelyik egy filmben szerepel díszletként, a Stuart Little kisegér című filmben, és mondjuk ilyen képvadászati szenzáció ezt a 2016-os évet nem jellemezte. Hasonló képet nem lehet minden nap találni, ez is egy egészen kiemelkedően jó sztori volt, és a kép ugyan fantasztikus, meg nagyon jól reprezentálja a berénynek ezt a korszakát és az egész sík festészetét, de valljuk be, hogy nagyon sokat tett hozzá a képnek az a provenienciája, az előélete, és az, hogy szerepelt a filmben. Nem véletlenül mondta az Barki Gergő, aki megtalálta a festményt, hogy ez a legtöbbek által látott festmény volt a világon. Tehát nincs az a kiállítás, amelyet annyian megnéznek, mint egy ilyen mozifilmet, amelyben premier plánban ott van a kandalló felett a berény alvó nő fekete vázával című képe, és ott ugrál előtte a kisegér. Egy ilyen előzmény után különösen nehéz egy évvel később úgy megcsinálni egy szezont, hogy nincs egy ilyen ász. Hát ász azért volt, és természetesen minden aukciósház arra törekszik, hogy a karácsonyi, a nagy téli árverésen valami szenzációval rukkoljon elő. Idén is megtaláltuk azt a szenzációs képet, amely betöltötte ezt a szerepet, és ez Boromisza Tibornak a Rőzsehordok Nagybányán című festménye volt, amelyet 1908-ban festett. Mitől szenzáció egy kép? Hát nyilvánvalóan attól, ahogy meg van festve, amikor készült, ami a témája, de bizony attól is szenzáció lehet, hogy soha nem volt még piacon, sőt, kiállításon sem szerepelt. Mert ezt a festményt ugyan lehetett látni reprodukálva a Nagybányáról szóló könyvekben és monográfiákban, de élőben nem látta még a nagy közönség. És egy nagyon nagy méretű, tehát monumentális festményről van szó, fantasztikus színekkel. Azt mondhatom, bátran állíthatom, hogy ez a magyar vadaknak az egyik főműve. És bár Boromisza Tibor nevét talán nem ismeri mindenki, az átlag televízió néző nem ismeri, a gyűjtők persze igen, de ha ezt a képet bárhol a világon letesszük egy Matisse, egy Dürer vagy egy Vlaminck mellé, megállja a helyét. Igen, nekem színvilágában meg az egész kompozíció nagyon tetszett. Én csak azt nem tudtam elképzelni, hogy van olyan ember, aki egy ilyen képére, ahol tulajdonképpen három öregasszony
visel három hátizsákot, amiben fát cipelnek egy erdőben, azért képes 87 millió forintot adni. Lehet, hogy nem öreg asszonyok, hanem csak meghajlanak a fasúlya alatt. Ez az előtérben van, ez a három alak, és hát nem ez a fő motívuma a képnek, hanem az a fantasztikus, ragyogó háttér, a gyönyörű fákkal, a virághegyel a háttérben. Ez egyébként a fokhagymás völgyet ábrázolja a Nagybányán, háttérben gyönyörű színes bányászházakkal, de nem is ez a lényeg, hanem a megfestés módja, az a komponálás, az a színhasználat, ami csak az 1906-7-8-as évekre volt jellemző, és tudjuk, hogy Boromisza éppen úgy kinyárt Párizsban egy évvel a kép megfestése előtt, mint az összes többi festőnk, Cobeltől Tihanyiig, Perlottól Cifferig, akik részt vettek a fauve mozgalomban, és bizony, a francia fauvizmus nagyon hatott rá, és talán azt lehet mondani, hogy ez az a kép, amely a leginkább hazahozta és bemutatta a párizsi fauve festészetet. Ezt fizették meg a gyűjtők. Több évtizeddel ezelőtt robbant be tulajdonképpen a magyar műkereskedelemben Nagybánya. Elsősorban két miskolci művészettörténész, Jurecskó László és Kisfonti Zsolt jóvoltából, akkor egy ilyen Nagybánya őrület volt itt a műkereskedelemben, aztán minthogyha elfeledkeztek volna Nagybányáról, és csak néhány egészen kvalitásos kép mutatta, hogy azért itt ezen a magyar művésztelepen nagyon, nagyon sokan alkottak, és nagyon szép képek jöttek létre. Most viszont, mintha megint lenne egy reneszansz a Nagybányának. Emiatt a kép miatt? Hát egy nagyon fontos festészeti központ volt Nagybánya a század előn, a századforduló, most ugye az 1900-as évekről beszélünk, a nagybányai iskola, ott alakult ki a neósok birodalma, mi neósoknak hívjuk azt, amit a franciák fauvoknak, tehát a neósok, Ciffer, Perlot, Galimberti, Tihanyi, Boromisza közvetítették a francia festészeti izmusokat, és hozták haza a francia festészeti izmusokat Magyarországra, elsősorban Nagybányára. Azért lehet az a benyomás, hogy egy kicsikét megcsappant az érdeklődés Nagybánya iránt, mert neós képből viszonylag kevés van. És valóban, amikor megkezdődött a nagy érdeklődés, ugye a nagy nagybányai kiállítás, ami 1994-ben volt, akkor teljesen új és egy fantasztikus új spektrum volt a műgyűjtők számára a nagybányai festészet, hiszen eddig csak a plener részét ismertük, Ferenczi Károlyt ismertük, Iványit ismertük, Rétit ismertük, Tormát ismertük. De a neósoknak a térhódításával, ami egyébként egybeesett azzal, hogy a magyar avantgárd, a magyar modernizmus is teret hódít a műkereskedelemben, napvilágra kerültek ezek a fantasztikus európai szintű és európai kvalitású darabok. Ezek elfogytak, és most, hogyha egy-egy darab előjön, akkor persze, hogy nagy szenzáció. Egyébként pedig maradnak a másod-harmad vonalbeli nagybányai festők, akik már tényleg nem olyan nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, hiszen nem is olyan kiemelkedő kvalitásúak. Tehát nem minden kép jó, ami Nagybányán készült, csak az igazán kvalitásos kép jó, ami Nagybányán készült. Ez valóban így van, föl is állíthatjuk ezt az axiómát, hogy nem minden fényes, ami nagybányai, de ami fóvos, az bizony nagyon fénylik. A másik nagy leütés az 80 millió forint volt, Rip Rónainak egy kaposvári kukoricás korszakából származó nagyon szép kastélypark, ami 34 millióról indult. Itt nem tudom, vissza lehet emlékezni arra, hogy a vége felé, vagy mikortól maradtak már csak ketten? 70 millió után maradtak ketten, és még az előző képhez visszatérve azt is szeretném elmondani, hogy nem kevesen licitáltak rá, és az utolsó licit harc kettő között az, ha jól emlékszem, akkor 60 millió forint volt az a határ, amikor már csak ketten maradtak. Itt 70 milliónál maradtak már csak ketten, és nagyon szokatlanul az aukciós menetrendhez képest szokatlanul 1 milliónként kiabálták be az árat, amelyet természetesen a közönség általában zugolóra szokott fogadni, na de ilyen nagyságrendnél én, mint árverező, ezt el szoktam fogadni. Mert különben 5 millióként, meg 10 millióként kellene, hogy ugorjunk. Pontosan, 5-10 millióként ugornánk, hát 100 millió fölött ugornánk 10 millióval, de 80 milliónál 60, sőt 50-en felett ugye 50 millióval ugrálnánk. De mivel
ugye úgy szól az aukciós szabályzat, hogy aki a legtöbbet ígéri, és hogyha valaki 70 után 71-et ígér, akkor én úgy érzem, hogy ebben a dimenzióban ezt már el lehet fogadni. Ez mindig színesíti egyébként az árverést. De az emberek miatt miért tiltakoznak? Mert úgy érzik, hogy akkor majd 200 ezernél is ők azt fogják mondani, hogy 201 ezer, amit persze nem fogok elfogadni. Riperonnai töretlen sikerét mi indokolja? Nagyon kevés olyan festőnk van, és Riperonnai közébük tartozik, akinek nem volt gyenge alkotói korszaka. Tehát attól a perctől kezdve, hogy festett, ecsetet ragadott, minden egyes korszakában, és tegyük hozzá, hogy körülbelül 10 évente abszolút meg tudott újulni, mindig egyenértékűt, és mindig valami újat tudott létrehozni. Nála is nagyon sokat számított az, hogy Párizsban töltött el hosszú időt, többször is. Nagyon nagy hatással volt rá a francia festészet. És nekem az a megfigyelésem, hogy azok a festők tudnak igazán nagy árat elérni, akik valamilyen módon be tudtak kapcsolódni koruk nemzetközi izmusaiba. És Riperonnaival is ez történt. Ugye az előző Boromisza kép is ezt példázza. Hát ő a Nabik csoporthoz tartozott, Bonár, Vuillard és a többiek. Pontosan, a Nabiktól indult, aztán hazért Kaposvárra, megint kiment, és létrehozott egy olyan teljesen egyedi és sajátos stílust, amit mi úgy hívunk, hogy kukoricás stílus, nem eléggé szofisztikált módon, mert nevezhetnénk divizionizmusnak is, vagy puentilizmusnak is, de tulajdonképpen sem ez, sem az, hanem a kettőnek egy nagyon érdekes elegye, egy teljesen sajátos, általa létrehozott festészeti stílusról beszélünk, és talán ez magyarázza ennek a képnek is ezt az óriási sikerét, meg az, hogy ebből a kukoricás stílusban megfestett képekből viszonylag ritkán kerül kép a piacra. Hát most a Bávnál is volt egy ilyen hasonló jellegű, az is elég szépen elment. Nagyon jó áron ment el, igen, a Báv képe is. Most a harmadik ilyen érdekesség az volt, hogy római helyszíneken megfestett képek mentek el, hát nem azt mondom, hogy csillagászati, de elég drága. Áron ezek közé tartozott például Szőnyi Istvánnak a Ponte Castillo című képe, amely egy gyönyörű hidat ábrázolt Rómában, kicsit hasonlított is a Szajnán átívelő egyik híthoz. Hát ez is azt a tézist bizonyítja, amelyet én felállítottam, hogy amikor nemzetközi porondra kerülnek, és nemzetközi hatás alá kerülnek a magyar festők, és nemzetközi színvonalon alkotnak, annak megfizetik a gyűjtők az árát. Szőnyi a római iskolásokkal együtt tartózkodott kint Rómában 1930-ban, és ugyanolyan nemzetközi hatás érte, mint a Boromisszát a század előn Párizsban, vagy Riperonnait a századfordulón Párizsban, tehát valóban nagyon fontos az, hogy milyen nemzetközi hatások érik, és nagyon fontos, amiről még ugye nem beszéltünk, a képek témája, meg a helyszín. Tehát egy római híd, az valószínűleg nagyobb és magasabb árat fog elérni, mint ha mondjuk a Szőnyi a Zebegényi udvarát festette volna le. Pedig mindenki azért gyűjti a Szőnyit, mert vissza akarja nézni otthon a Zebegényi tájakat. Hát valóban az a legkedveltebb témája, de érdekes volt egyébként a látogatóknak a reakciója ezzel a képpel kapcsolatban, mert amikor meglátták, akkor mindenki oda szaladt, hogy ez egy Patkó Károly kép, ez egy Abba Novák kép. Annyira mondhatni atipikus volt, de pont ez adta meg a képnek a nagyságát és a kvalitását is. Igen, az ember nem is gondolta volna, hogy ezt Szőnyi festi, egész addig, amíg meg nem nézte a címkét a kiállításon. Most egy másik nagy festőnk, Abba Novák Vilmosnak is volt itt egy nagyon jelentős képe, ami 19 millióért ment el, Szőnyi egyébként 29-ért. Ez egy Trabucco nevet viselő festmény. Mit kell érteni a Trabuccón? A Trabucco az tulajdonképpen egy halászati segédeszköz, elég profán módon. Tehát azokon a partszakaszokon Itáliában, ahol nagyon nagy volt a hullámverés, a halászok fából ácsoltak maguknak egy kis építményt, amelyről könnyebben tudtak halászni. Ezt ábrázolta ez a festmény. Nagyon tipikusan Abba Novák volt, tehát olyan az iskola példája volt a 30-as években festett római iskolás Abba Nováknak, és hát valószínűleg ez indokolta ezt a magas árat. Egy kiemelkedően jó Abba Novák képről volt szó. Itt a római iskolás képeknél nem ugyanaz a helyzet, mint Nagybányánál, hogy volt egy felfutás, és aztán volt egy lesüllyedés, és most megint van valami emelkedés, hanem római iskolás képnek mindig is magas volt az ára.
De nagyon rövid időszakról beszélünk, gyakorlatilag 2-3 évről beszélünk, amikor ezek a festők 1929, 30-tól 31-32-ben Rómában tartózkodtak, és jól lehet, hatott rájuk az olasz Novecento, ami egy ilyen új klasszicizmust jelent, de nem ez volt a lényege, hanem az, hogy olyan jól éltek, olyan jelentős ösztöndíjat kaptak a római akadémián, a Magyar Akadémián, utazni tudtak, bejárhatták Itáliát, megismerkedtek a freskó festészettel, ezért váltottak át egyébként az olajról temperára, tehát nagyon sok újítás következett be a művészetükben és a festészetükben, és egy nagyon sajátos látásmód alakult ki, amit úgy hívunk, hogy aeropittura, mert ha megnézzük például ezt az Abanovák Trabucco című képet, itt is azt látjuk, hogy felülnézetből, tehát a levegőből van ábrázolva. Úgyhogy új témák, új technika, és egy nagyon összesűrített, nagyon színes, nagyon kolorista festészet ez, ami jellemzi ezt az időszakot. Ez nagyon meglepő volt számomra ez az információ, hogy nagyon jól éltek, mert az ember azt gondolta legalábbis az olvasmányaiból, hogy akkor tud festeni egy festő igazán jól, amikor nyomorog. Ó, hát ezeknek fantasztikus élete volt a Római Akadémián, hát erről számtalan anekdota és hát feljegyzés is származik. Nagyon hedonista módon éltek, ami hát azért is vicces volt, mert ugye az akadémiának az alsó szintjein kispapok laktak, fölöttük laktak a római akadémisták, a festők, a magyar festők, akik hát lengeöltözetű modellek kíséretében, hangos zeneszó mellett élték az életüket, miközben a kispapokkal folyamatosan veszekedtek. Sőt, van egy olyan újságcikk is, amely arról számol be, hogy amikor meglátogatta Bethlen a római iskolásokat, akkor Gerevicset, aki az akadémia, római akadémia vezetője volt, ez egy pápai palota volt, egy márványkádban találta éppen fürdőzve néhány ledérmodell kíséretében, és mélységesen felháborodott, hogy milyen életmódot folytatnak a magyar művészek. Az ő elképzelése szerint festeniük kellett volna, ezzel szemben ők élvezték az életét, és természetesen azért fantasztikus képeket is hoztak létre. Beszéljünk most egy olyan képről, amelyik sokkal szerényebb leütési árat ért el, de én egyszerűen érthetetlennek tartom még ezt a szerényebb árat is, már csak az ár szerint a képhez képest nagyon érdekes. 1 millióért ütötték le Vasari Dunakorzó című színes litográfiáját. Most ebből számtalan darab készült. Egy színes litográfia az olyan, mintha, hát nem azt mondom, hogy olyan, mintha offset nyomat lenne, de hát azért majdnem. Hogy létezik, hogy ezért a képért rendszeresen, szinte bármelyik aukción adnak 1 milliót? Nagyon népszerű téma, valószínűleg arra gondolnak a gyűjtők, hogyha egy olajvasszarit nem tudnak megvenni, akkor megveszik a színezett litográfiát, azért ezen eredeti aláírás van, ez egyedenként színezett, de valóban egy sokszorosított eljárással készült, hiszen litográfia. Nagyon jó a téma, és karácsonykor mindig többet adnak egy-egy úgynevezett ajándékdarabért, mint mondjuk októberben vagy májusban. Tehát valószínűleg ezt ajándéknak akarták megvenni, és karácsonykor az emberek fel vannak buzdulva és hevülve. Hogy örülhet valaki, amikor kap egy 1 milliós ajándékot? Hát ha tudja, hogy annyiba került. És végül beszéljünk arról az érdekes jelenségről, hogy mintha a magyar festészetnek a régi klasszikus mesterei háttérbe szorulnának, elsősorban itt Tán Mórnak egy gyönyörű szép női portréjára gondolok, de beszélhetnék az úgynevezett régebbi mesterek közül Böhm Pálról is, akinek szintén nem ment el egy festménye, és van még számomra egy nagyon érthetetlen dolog, én nagy híve vagyok Bazilides Barna művészetének, és ez a tengerparti lovaglás, ami gyönyörű, szép és nagyméretű, ez se kellett senkinek, ez hogy van? Az aukción mindig vannak olyan tételek, olyan történések, amelyeket nem tudunk értelmezni, pro és kontra, tehát vannak extrém árak, és vannak nagyon alacsony árak, vannak el nem kell tételek, ezek valóban ide tartoznak. Kétségtelenül megfigyelhető, hogy inkább a modernizmusnak kedvez most a pálya. Számomra még ide sorolandó Benc úrnak a testvérét Etelkát ábrázoló képe, és ami egy gyönyörű Biedermeier kép, és az sem kelt el az aukción. Tehát úgy tűnik, hogy a Biedermeier portré festészet nem volt sikeres ezen az aukción. A Virág Judit Galéria
rendszeresen tart kiállításokat, szervez és rendez, és ezeknek mindig van szenzációja. Ilyen kiállítás volt talán a legnagyobb kiállítás a galéria történetében, a Berlin-Budapest kiállítás, melynek kurátora volt Kellen Anna művészettörténész. Mi volt ennek a kiállításnak a legnehezebben megszerezhető képe például? A kiállítás főszenzációja volt két Kádár Béla festmény, amelyeket külföldről kaptunk kölcsön. Ezek külföldi magángyűjteményben vannak a mai napig, és 90 év után most először voltak láthatóak Magyarországon. Ez két nagyon fontos mű az életművön belül. Két hatalmas embernagyságú olajfestményről van szó, és nagyon nagy öröm és büszkeség volt számunkra, hogy ezt a két képet kölcsön kaphattuk a kiállításra. Körülbelül egy éves tárgyalási folyamat előzte meg, hogy a képek itt voltak láthatóak a galériában. És nagy fájdalom volt őket visszacsomagolni és visszaküldeni? Nagy fájdalom volt, de az az igazság, hogy ez minden kiállítás, tehát hogy ez a kiállítás összes képéről elmondható volt, mert ez nagyon a szívünkhöz nőtt az egy hónap alatt, de hát számomra legalábbis ez a két kép volt a legfájdalmasabb, igen. Itt most egy Kádár Béla kép előtt állunk, amely szintén szerepelt a kiállításon. Kádár volt a fő szám ezen a tárlaton? Ő is, meg még több másik alkotót is bemutattunk. Igazából az egész kiállításon az volt nagyon nehéz, hogy ezek az alkotók, ahogy a kiállítás címe is mutatja, ingáztak a korszakban Berlin és Budapest között. Ennek köszönhetően viszont az életművük nagy része szétszóródott, hiszen főként külföldön, Németországban, főként Berlinben adták el őket, és a mai napig ezek a művek nem kerültek még elő. Tehát az, hogy egyáltalán egy ilyen kiállítást létrehozhassunk, és hát több mint 140 műtárgyat mutattunk be, ez egy nagyon nagy munka volt, hogy ezeket a műalkotásokat összegyűjtsük. Az fel sem merült, hogy csak olyan kép lehet itt, amelyik Berlinben készült, hiszen egy csomó olyan kép volt itt, amit Magyarországon festettek, de olyanok, akik Berlinben is dolgoztak. Így van, például az említett Kádár Béla, ő ingázott, tehát voltak olyan művészek, mondjuk Tihanyi Lajos, akiről tudjuk, hogy évekig kint élt, és ő például úgy is szignálta ezeket a műveit, hogy Tihanyi Lajos Berlin, tehát azt biztosan tudhatjuk, hogy az Berlinben készült, de a művészek egy része, akik mondjuk nem emigrációban éltek ekkor Berlinben, mondjuk Seiber Hugo is, vagy ahogy említettem, Kádár Béla, ők mozogtak folyamatosan, mondjuk kiállításokat rendeztek Berlinben, eladták a műveiket, pénzhez jutottak, hazajöttek. Az ilyen művészek esetében ez tényleg nem tudjuk sajnos pontosan megállapítani, hogy az adott műalkotás éppen melyik városban készült. Amikor egy ilyen kiállítás létrejön, vagy a híre megy, akkor elképzelhető, hogy olyan németországi magángyűjtemények is küldenek ide, vagy jelzést adnak, hogy hát nálunk van egy ilyen kép, ami eddig talán nem került elő, akkor most felajánljuk, hogy megnézhetik a kiállításon. Így van, ez is a célja egyébként, az egyik célja ezeknek a kiállításoknak, hogy ezek hiánypótló kiállítások, és az szeretnénk, vagy az a missziónk, hogy ezeknek a művészeknek az életműve minél teljesebbé váljon. És hogyha most is történt egyébként ilyen, mondjuk ez főként magyar magángyűjtőkre volt igaz, de hogyha ilyenkor előbukkannak olyan alkotások, amelyeket idáig lappangónak hittünk, vagy egyáltalán nem is tudtunk a létezéséről, az mindenképpen egy nagy siker, nem csak a mi számunkra, hanem az egész szakma számára is. Múzeumok mennyire partnerek abban, hogy kölcsön adjanak képeket ilyen tárlatra? Partnerek szerencsére, és a Berlin-Budapesten is több nagy közgyűjteményből kaptunk kölcsön alkotásokat. Ez igazából mindenkinek jó, hiszen ugye ezek a kiállításaink non-profit kiállítások, tehát ingyenesen megtekinthetők a közönség számára. Ráadásul direkt úgy válogattuk össze, hogy nem a mondjuk a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításon látható képeket kértük kölcsön, hanem inkább olyan darabokat, amik mondjuk a raktárban vannak, tehát a nagy közönség számára akár még sohasem voltak láthatóak. Lehet, hogy túl merkantilista ez a kérdés, de akkor miért éri meg egy ingyenes kiállítást csinálni? Ez egy misszió, és még azt hadd jegyezzenek, hogy ez a munkánknak a legörömtelibb része. Tehát ez a legjobb része, amikor ilyen kiállításokat szervezhetünk, és hát így szerettük volna megköszönni az ügyfeleknek, meg nem csak az ügyfeleknek, hanem a látogatóknak is, mert nagyon sok látogatónk is van az elmúlt 20 évből, akik rendszeresen aukciós kiállításokra eljárnak, nem vásárolnak, de már kialakult mondjuk egy közeli kapcsolat, és ezt nagyon fontosnak érezzük. Egyébként nem csak ugye a kiállítás volt ingyenes, hanem számos programot, tárlatvezetéseket, szabad egyetemi előadásokat is szerveztünk, amelynek pont ez volt a célja, hogy az ismeretterjesztés, és hogy a magyar festészetet minél többen megismerhessék.
Róma vagy Párizs következik Berlin után? Ez még nem eldöntött. Ez még a jövő zenéje, de mind a kettőn dolgozunk egyébként, tehát az előkészületek folyamatban vannak, és majd meglátjuk, hogy melyik lesz a következő. Önök a Licitet, a Heti TV műkereskedelmi magazinját látták. Viszontlátásra!